senkit sem zavart, így jött a második. A kajászói gazdák a szerintük törvénysértő földbérletpályázatok ellen tiltakoznak. Héttel ezelőtti földfoglaló akciójukat a kajászói gazdák. Azt a 70 hektáros területet vonták művelés alá, amelyet szerintük szabálytalanul kapott megbérletbe az államtól egy vállalkozó. A kajászóiak azt szeretnék, ha a szaktárca és a Nemzeti Földalapkezelő új pályázatot írnak ki a földek művelésére. A minisztérium és a szakhivatal egyelőre nem reagált a földfoglalásokra. Táblákat vertek a földbe és szalaggal is körbekerítették ezt a 70 hektáros területet délelőtt a kajászói gazdák. Aztán lassan a traktorok is megérkeztek, hogy megkezdjék a szántást. Azért foglalták el a területet, mert igazságtalannak tartják az állami földbérleti pályázatok elbírálását. Nem kaptuk meg a területet, utána pályáztam még egy váli területre is, ott se kaptam meg azt se, de teljesen csalódott vagyok. Én jelenleg is állatokat tartok, de hát úgy látszik, hogy itt az országban azok kellenek, akik majd most akarnak nekiállni állatot tartani. A kajászói gazdák közül senki sem jutott földhöz, 20 évre zárták ki őket a bérleti rendszerből. Ennek a 284 hektáros területnek a bérleti jogát például egy kápolnásnyéki tetőfedő vállalkozó nyerte el. A kajászóiak szerint 2000 aranykoronával nagyobb terület van a nevén, mint amennyit a törvény lehetővé tesz. Mi szerintünk jogtalan az egésznek a megművelése, hiszen szabálytalan körülmények között szerződött. Viszont ezt a 2194 aranykoronát már végképp nem hagyhatja a helyi polgári civil lakosság, hogy ezt elorozzák ilyen vállalkozócskák és mindenféle mutyisok a helyi gazdák elől. Helyben szeretnének élelmiszert terelni ezen a területen. A földfoglaló akció már nem az első. Októberben ugyanezt a területet már lefoglalták az LMP-s Szabó Rebeka országgyűlési képviselő jelenlétében. A megismételt demonstrációt azért tartották, mert sem a szaktárca, sem a Nemzeti Földalapkezelőt nem vette figyelembe a gazdák panaszait. Nekünk kötelességünk a törvénytelenség ellen föllépni, és nem azt nézni, hogy ettől most személyesen nekem dutyi jár, vagy adóellenőrzés, vagy fenyegetettség, vagy kirúgnak az egyetemről. Most azt szeretnék, ha az illetékesek új, átlátható és tisztességes pályázatot írnának ki. Kerestük az ügyben a szaktárcát, de adásunkig nem kaptunk választ. Elveszítjük a vidéket! Elveszítjük a vidéket! Az állami földbérletek körüli botrányt márciusban a fideszes volt agrárállamtitkár robbantotta ki. Ángyel József jelentéseiből azóta kiderült, Baranya, Borsod és Fejér megyében csak a földek negyede lett a helyi gazdáké. A többit Fidesz közelinek tartott vállalkozók és vállalkozások kapták meg. Biztos kiborult Oli Rén kávézatca és meglátta.